Önök a Kaposmenti magazint látják, köszöntöm nézőinket! Megtették az első lépéseket a mezőgazdasági szakemberek, vállalkozók Dombóváron az igazi közös együttműködésben. Hétfőn délután megalakult a dombóvári gazdakör. Az alakuló ülésen részt vett Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke, Csike György, a MAGOSZ Tolna megyei elnöke, és vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei szervezetének elnöke, illetve Dombóvár polgármestere Pintér Szilárd is. Egy országos program része a helyi gazdakörök megerősítése, mert az agrárium jövőjét érintő kérdések megvitatásához elengedhetetlen a gazdák véleményének ismerete, mondta Jakab István országos elnök. Hozzátette, minden olyan lépés és helyzet kiemelt fontosságú, amely segíti helyzetbe hozza, szervezettebbé teszi a gazdákat annak érdekében, hogy megfeleljenek a 21. századi kihívásoknak. És egyébként is egy felgyorsult világban, 21. század első harmadában fontos az, hogy érdemi információk alapján szülessenek konkrét és korrekt döntések. A MAGOSZ eleve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelölő szervezete, tehát meghatározó szerepünk van a kamara működésben, így a két szervezet azt gondolom, hogy akkor tud jól együttműködni, ha az egyes térségekben a MAGOSZ elegendő szervezettel rendelkezik. Az országos szervezet nemzetközi szinteken vállal szerepet az agrárgazdaság életében. Ebbe a vérkeringésbe kerül be a dombóvári gazdakör. A környezetvédelmi kérdésben is állást foglal, fontos kérdésekben határozott álláspontjuk van, többek között a vízgazdálkodásról is rendelkeznek. A helyi szervezet bevonásával, közös munkával kívánok döntéseket hozni, jobb helyzetbe hozni a magyar mezőgazdaságot. Ez azért is fontos, mivel a helyi vállalkozók tapasztalják a környékben történő pozitív és negatív történéseket, így maximálisan tudják képviselni a dombóvári gazdák érdekeit. Az elnök elmondta, nagy örömére szolgál a dombóvári gazdakör megalakulása, az érdekképviselet legjobb módszerének tartja, mint helyi, megyei és országos szinten. Szoros, erős összefogásra, jobbító szándékú ténykedésre számít. Fontos ez most ebben az időszakban, mert jelenleg ugye két uniós költségvetés között vagyunk. Ez egy tervezési időszak a mostani. Ebben a tervezési időszakban a gazdakörön keresztül úgy gondolom, hogy egyrészt jobban össze tudjuk szedni azokat az ötleteket, amik jobbító javaslatként érkezhetnek a MAGOSZ vezetőihez, és esetleg a kormányzathoz ezen keresztül. És ha ezekkel a jobbító javaslatokkal olyan támogatói rendszer tudunk kialakítani a következő ciklusra, ami még hatékonyabban szolgálja a gazdák működését, akkor már elértük a célunkat. A térség gazdái várják a J-pályázati rendszer kiírásait. Azt remélik, a gazdakör segítségével olyan információk birtokába is jutnak, mely segítheti őket a sikeresebb forrásteremtésben. Az elsősorban az öntözésfejlesztés, abban hatékonyan tudunk közreműködni, hogy naprakész információval lássuk el őket, és hogy minél többen tudjanak olyan beruházásokat megvalósítani, amiknek hosszú távon komoly jelentősége lehet. Tehát ezt szolgálja alapvetően ez a gazdakör alapítás. Azon kívül fontosnak tartom azt is, hogy a közösségépítés itt Dombováron, dombovári térségben nem lehet azt mondani, hogy kiugróan jó lett volna az elmúlt időszakban. Ez azt is szolgálja, hogy többször leülünk egymással beszélgetni, többször találkozzanak a gazdák, aminek az is lehet a következménye, hogy jobban tudjuk egymást segíteni az együttműködések kapcsán, akár gazdasági jellegű együttműködések is szövődhetnek. Ez egy másik célja ennek a szervezetnek, és hát a harmadik pedig az természetesen a gazdai érdekképviselet, ami azt jelenti, hogyha olyan súlyú, olyan mérvű problémánk van, ami nagyon gyors megoldást vagy kezelést igényel, akkor ezt tudjuk jelezni, és egy országos összefogás keretében ez biztos jobban és gyorsabban lehet orvosolni, mint hogyha egyénileg próbálnánk. Tehát ilyen hármas jelentősége van ennek a szervezet alapításnak. Az egység fontos, a MAGOSZ a kamarához hasonlóan megyei szinten szerveződik, de minden szervezet önállóan működik. Taglétszám arányosan delegál az országos közgyűlésbe. A szervezeten belül gazdasszony szervezet és ifjúsági tagozat működik, mely nélkülözhetetlen az egység létében. Tervek szerint Dombováron is megalakításra fog kerülni az ifjú gazdálkodók érdekében. Februárban tervezik az első rendezvényt, amelyen lehetőség nyílik majd a csatlakozásra is. Selmeszi László, a település korábbi polgármestere nyerte a vasárnap megtartott időközi választást Gyulajon. A választásra azért volt szükség, mert a 2019-es őszi választáson három jelöltből ketten ugyanannyi szavazatot kaptak.
Vasárnap tartották az időközi választást Gyulajon, melyen 467 lakos gyakorolta alkotmányos jogát és ment el szavazni. A választás egyértelmű többséggel zárult, így továbbra is Selmeci László töltheti be a község polgármesteri címét. Az újraválasztott településvezető azt mondta, az előző 2,5 éves ciklusa során a községi jólétét, biztonságérzetét és infrastruktúráját fejlesztette, melyet az elkövetkezendő 5 évben tovább igyekszik gyarapítani. Én szeretném tényleg úgy továbbvinni, ahogy most már elkezdtem ezt abba a 2,5 évbe, amit eddig voltam. És azért is gondoltam, mert szeretném, megindult pár programunk, pár pályázatunk most kezd megvalósulni, és ezt szerettem volna már továbbvinni. És azt szeretném, hogyha tényleg a községünk itt a pályázatok útján, meg amit tudunk támogatást szerezni, azáltal jobbá, szebbé és élhetőbbé válna. Itt felújítottunk a konyhánkat, napközis konyhánkat felújítottuk, ott az idős otthonra főznek és gyerekeknek, meg a rászorultaknak itt a községbe, és utakat javítottunk, újítottunk fel járdákat, úgyhogy azért lassan alakul szépen minden. Az ismételten megválasztott polgármester a további fejlesztéseket állami támogatásokból és a nyertes pályázatokon keresztül kívánja véghez vinni. Azt mondja, nagyon fontos, hogy a település lakói értékelik mindazt, ami eddig megvalósult. Ennek megfelelően a továbbiakban is számít a segítségükre. Amire sikeresen pályáztunk, a belterületi közterületek karbantartására nevezett pályázatba eszközökre, ilyen fűnyíró, kis traktor, pótkocsi, stb. Ilyen dolgokat, ezt meg is nyertük, el is hoztuk, itt is van már az önkormányzatnál, úgyhogy ezzel is próbáljuk szebbé tenni itt a környezetet. Akkor a másik pályázatunk, az pedig az óvodai kültéri játszóeszközöknek a felújítása és fejlesztése. Ott is 5 millió forint értékben megnyertük a pályázatot, az is folyamatban lesz, ebbe az évbe menni fog. A következő utakra nyertünk, belterületi utakra, az Árpád utcának a hátsó 58-as házszámtól felfele. Ott azt a részt tudjuk felújítani majd, a Széchenyi utcát tudjuk felújítani, és ha még jut rá egy kicsi marad is, akkor még a Szabadság utcába is szeretnénk egy kis kövezést, mert az földes, az földút, úgyhogy ott is szeretnénk valamit lépni, hogy ez is rendben legyen. Most, hogy benne vagyunk ebbe az első 33 magyar faluba, amit egy ilyen felzárkózó faluba, amit itt kiemelten fognak támogatni. Én úgy gondolom, ez nagyon jó lesz itt a községnek, meg a lakóknak is, mert itt tényleg sok mindent el tudunk majd érni, én úgy gondolom, hogy úgy nézünk itt az elkövetkezendő idő elé, hogy tényleg sok mindent össze tudunk majd hozni. Egy kényelmesebb, jobb körülmények közötti település képét vetítettük magunk elé, melynek célja, hogy megelőzze a településről való elvándorlást. A község lakói összekovácsolása érdekében különféle programokkal készülünk Gyulajon, mert itt azt várják még, érték az összetartozó közösség, mondja a polgármester. Az óvodával, iskolával nagyon jó a kapcsolatunk, én úgy gondolom, a Máltai Szeretetszolgálat Alapítványa, iskola alapítványa működteti, úgyhogy nagyon jó, újnak mondható, hát újszerűnek az iskola is, az óvoda is, meg úgy gondolom, hogy a tanítási színvonal is megfelelő. A polgármester a jövőben folytatni szeretné a fejlesztési munkát, többek között egy új gyógyszertár létesítését tűzte ki célul a közösség kényelme érdekében. A helyi német önkormányzat és a Tűzoltó Egyesület közös bált szervezett Kurdon. Természetesen a vidám szórakozás mellett szó esett a hagyományok őrzéséről és az utánpótlás neveléséről is, hiszen, mondják a vezetők, az ifjúság bevonása a jövő építő folyamatainak záloga. Im Namen der deutschen Nationalitätenselbstverwaltung und des Freiwilligen Feuerwehrverbands von Kurd möchten wir alle Anwesenden recht herzlich begrüßen. Közösen rendeztek Schwabbát a kurdi német nemzetiségi önkormányzat és az önkéntes tűzoltó egyesület tagjai. Faragó né Wagner Kornélia, a kurdi német nemzetiségi önkormányzat elnöke németül és magyarul is köszöntötte a megjelent vendégeket, évértékelőjében pedig az elmúlt év történéseit foglalta össze. Azt mondta, mozgalmas, eseményekkel teli évet zártak, a programot között szerepeltek bálok, ünnepségek és kirándulások is. Ide leszünk 10 évesek, és hát nagyon örülünk, hogy folyamatosan vannak támogatóink, van érdeklődés a programjaink iránt. A programjaink nagyon fontos része az, hogy a hagyományokat ápoljuk,
egyrészt ugye az itteni hagyományokat kutatjuk, és a kurdi németségnek a múltját szeretnénk földeríteni, föltárni. Másrészt pedig a környező német településeket látogatjuk előszeretettel, illetve az ottani tájházakat, nemzetiségi programokat keressük fel. Így voltunk például Gerezslakon, a Gőzgombóc Fesztiválon, a Dikali tájházban, a Mágocsi tájházban, és a Pécsváradon, a környező tájházakban, illetve Tatán a magyarországi németek a legnagyobb múzeumában is. Ez minden évben helyet kap a programunkon. Dann ist das Leben ein Scherz, meine den Kummer und meine den Schmerz. Ja, dann ist das Leben ein Scherz, das Trinken, das soll man nicht lassen, das Trinken regiert um die Welt. Man soll auch die Menschen nicht hassen, der Schmerz an der Lage bestellt. Nekünk most már a évek során kialakult egy rutinunk, és minden hónapban van egy bizonyos program, amit megvalósítunk. Itt az évértékelő beszédben ezt el is mondtam a Schwabának, a hallgatóságának. Ugyanezt szeretnénk folytatni, illetve hát vannak nagyobb lélegzetű terveink is. Van egy néni, egy Katarina Ámráj nevezetű néni, akit valamikor nagyon régen kitelepítettek ugye a kódról, és egy nagyon szép könyvet írt az unokáinak, a gyerekeinek az itteni évekről, életéről. 12-13 éves kislányként telepítették ki, de nagyon olvasmányos és nagyon szép a könyv, amit ő írt. Sajnos csak német nyelven van meg, és ezt tervezzük egyrészt, hogy mire 10 évesek leszünk, szeretnénk, hogyha ez két nyelvű kiadásban megjelenne. Távlati tervünk lenne az, hogy egy sváb tájházat létrehozunk mi is. Sajnos a kurdi németség az nagyon hát kevés emléket tud felvonultatni, mert szinte 90%-ig kitelepítették az itteni németeket. A kisebbségi önkormányzatunk tagjai is, hát mi is betelepültek vagyunk, úgyhogy nem törzsgyökeres kurdiak, de nagyon-nagyon örülünk annak, hogy ez a kis mag mennyire támogat minket, és hogy országhatárokon keresztül is átnyúlik az összefogás. Kurdér, és ha egy olyan program van, akkor mindenki összefog azért, hogy az sikeres legyen. És itt utoljára említettem a sváb szépségkirálynő választást, ami szintén egy ilyen összefogásnak is köszönhető talán, hogy ennyire sikeres volt és ennyire örömteli, és amit még szeretnénk, ugye nagyokat álmodunk. Hát mindenképp szeretnénk eljutni Ulmba egyszer. Ugye Ulmban ott a Dunamenti sváboknak a múzeumát szeretnénk megtekinteni. Sajnos idős a kurdi népesség és a mi tagságunk is, úgyhogy egyelőre még nem sikerült őket rávenni, arra sem, hogy egy kétnapos túrán részt vegyenek, de hát bízom benne, hogy előbb-utóbb azért, ha sokat mondom, akkor megérlelődik bennük, és előbb-utóbb eljutunk oda. Az iskolával nagyon jó kapcsolatot tartunk, ön is az iskolásokat szeretnénk óvodát támogatni. Ugye az utódoknak a hagyomány átadása, ez nagyon fontos. Én, mint német tanár próbálom ezt az órákon is megvalósítani. A kisebbségi önkormányzatunk másik tagja tanítónőként dolgozik szintén ezen, és a harmadik tagunk, aki vasutas, hát ő is azért minden programunkat támogatja, és maximálisan jelen van, tehát nagyon egységesen tudunk mindenben állást foglalni. A nemrég Banyhádon tartott Summerfest rendezvényen a zsűri döntése alapján a királynői korona a kurdi Faragó Miriam fejére került, akit édesanyja ösztönzött a versenyen való jelentkezésre. A ruhát is ő segítette nekem beszerezni, és leginkább ő volt leginkább, aki ösztönzött ebben, hogy induljak. Én személy szerint azért indultam, hogy bemutassam a viseletet, a kurdi viseletet, és nagyon örülök annak, hogy a kurdiak ott voltak velem a szépségversenyen, és hogy így ők is láthatták, ahogy ezt felveszem, és élőben valakin rajta van. Úgyhogy ez már nekem nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy ezt elvállalhattam, és hogy megmutathattam a lakosoknak. És hát
szerintem fontos az, hogy tudjuk, hogy honnan jönnek az őseink, hogy ismerjük ezt a kultúrát, és hogy ezzel tisztában legyünk, és nem csak az idősebbeknek, vagy akiket jobban érint ez a történet, hogy az ő generációjuk tudja ezt, hanem a fiataloknak is fontos, hogy ezt ezzel tisztában legyenek. És ezzel szerettem volna kicsit élőbben és közelebbé hozni a lakosságnak, a minden generációjának ezt, hogy ezt bemutatni a szépségversenyen. Müller János Kurt polgármestere, egyben az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tiszteletbeli elnöke többek között arról szólt, a település számára fontos a helyi kisebbségi önkormányzatok aktivitása. A tűzoltó szervezet munkájáról szólva kiemelte, az elmúlt 4 esztendő jelentős fejlődést hozott az Egyesület életében, mióta állami támogatást is kapnak a működéshez. Azt gondolom, hogy polgármesterként nagyon, nagyon örülhetek annak, hogy ilyen nemzetiségi önkormányzataink vannak, mert mind a német, mind a roma nemzetiségi önkormányzat nagyon-nagyon sokat tesz a faluért, rengeteg programot szerveznek és segítik a falu munkáját, a falu életét. Nem csak a kis önkormányzatok, természetesen a civil szervezetek is. Ma itt nem beszéltünk róluk, de jelen vannak a Kaposmente Néptánc Együttes, akik előző években mindig tánccal is kedveskedtek nekünk. Hasonló alkalmakkor, falunapokon mindig megörvendeztetnek bennünket ezzel. És akkor mindenképpen kellene beszélnem a Tűzoltó Egyesületről, melynek magam is tagja vagyok. Néhány éve, mióta polgármesterkedem, azóta már tiszteletbeli parancsnoka lettem az Egyesületnek. Az Egyesület 4 évvel ezelőtt önálló beavatkozó egyesület lett, ami azt jelenti, hogy most már állami támogatást is kapunk pályázat útján a működésünkhöz, ami polgármesterként vagy település vezetőként természetesen nem mindegy egy településnek. Nagyon meg is érdemli az Egyesület egyébként ezt az odafigyelést és magát a támogatást, mert nagyon sokat dolgozunk. Az idei évről beszélnék. Az idei évben 14 alkalommal avatkozott be az Egyesület, ami egy önkéntes tűzoltó egyesületnél a legfontosabb az, hogy helyben van. Természetesen számíthatunk a katasztrófa védelem munkatársaira, de ők Dombóvárról 18 kilométerről jönnek. Amikor nagyon nagy a baj, és nagyon gyorsan kell a segítség, akkor itt van helyben, és ez nagyon-nagyon sokat jelent. A parancsnok kiemelten kezeli az utánpótlás ügyét. A megyei diáktűzoltók összecsapása kiemelt jelentőségű a falu és a mozgalom életében is, mondja. Van egy saját rendezésű versenyünk, a Tűzkakas Diáktűzoltó verseny, amit minden év szeptemberében tartunk meg, szervezünk. Az idei évben is 18 csapat vett rajta részt, ami nagyon szép dolog, azt gondolom. A helyi iskolán kívül a megye tűzoltó egyesületeinek nevelt gyermekei, diáktűzoltói is itt vannak minden évben. Maga a diákokkal való foglalatoskodás nagyon-nagyon fontos, azért, hogy az Egyesület még a 1937 óta működik egyébként, tehát mi még nem tartozunk a nagy 100 vagy 120 éves egyesületek közé, de szeretnénk oda tartozni, és bízunk benne, hogy még 20 vagy 30 év múlva is lesz Kurdon tűzoltó egyesület. A kölyök atlétikai program működése, a serdülőkkel való foglalkozás, edzőlegendák jelenléte biztosítja a Dombóvári Vasutas Atlétika és Szolgáltató Egyesület tartós eredményességét. A tavalyi országos bajnokságokon elért 18 érem, köztük 7 elsősége a minőségi munkatükre. Az évadnyitón bejelentették, hogy legeredményesebb versenyzőjük, Farkas Bence, a Pécsi Atlétikai Klubnál folytatja pályafutását. A kiugró sportági tehetségeknél, ha egy kisváros nem kis egyesületében tűnnek is fel, az ifjúsági kort elérve eljön a klubváltás ideje,
annak sok esetben a fejlődése érdekében történő parancsoló szükségszerűsége. Olybá tűnt, hogy Dombóvár legújabb, 2 éve berobbant atléta tehetsége a 100, illetve 200 méteren már ifjúsági magyar bajnok országos ifjúsági csúcstartó Farkas Bence 1-2 évig még mindenképpen Dombóváron marad majd, és nevelő edzője Tarimre irányítja szakmai munkáját. Ám a kulisszák mögötti évvégi történések hatására a napokban már meg is történt a klubváltás. A sprinter a Pécsi Atlétikai Klubhoz igazolt. Úgy búcsúzott el Bence a társaktól, hogy végül is marad, hiszen továbbra is Dombóváron tanul, és innét jár át majd Pécsre, hetente többször edzeni. A távolság a nagy cél, az élatlétá vállalás érdekében mindenképpen áthidalható a két város között. A sprintársak vannak, elég jól ismerem őket, úgy, mint akiknél itt voltam, őket is nagyon ismertem. Nem fogom elfelejteni őket, ugyanúgy a barátaim maradnak. Most, hogy átmentem Pécs, ugyanúgy vannak sporttársaim, őket is ismerem, ugyanúgy a barátaim, csak aki az edzőm, abban, aki most van az edzőm, abban megbízom, és aki az edzőm, az a Völgyi Erzsébet, aki most ő lett Imre bácsi helyett. Én úgy érzem, igen, hogy a legtöbb van, hogy nagyon sok van bent, nagyon sok, és hát elsősorban 200 méteren, de valószínű majd később fel kell vinni 400-ra is, tehát ilyen 200-400-as futót, én legalábbis így terveztem, csak úgy beszéltem meg a magyar atlétika vezetőivel is, hogy egyelőre 100-200-ra készítem. Magyarul gyorsítani kell, hogy tudjon legalább futni, mint egy ilyen 20-60-at, 20-70-et 200-on, hogy érdemes legyen majd esetleg 400-ra áttenni. Biztosak vagyunk benne, hogy amíg olyan korszakos edzők irányítják a szakmai munkát a dombóvári atlétáknál, mint az ides Tova már csaknem 50 éve edzősködő Tarimre, vagy a szintén hosszú évtizedek során tucatnyi közép- és hosszú távfutó tehetséget felfedező Fazekas Gáspár, nem kell sokat várni egy-egy újabb kiugró tehetség feltűnésére a Dovasénél. A tavalyi különböző szakágak országos bajnokságairól, az év legfőbb versenyeiről elhozott 18 érem, köztük 7 arany, 6 második és 5 harmadik helyezés jelzi, pontosabban minősíti a klubban folyó szakmai munkát. Én és Iberhard Bence a kezdetektől együtt edzettünk Farkas Bencével, végig ott voltunk mellette a felkészülésben, ugyanazt az edzéstervet is követjük. Nekünk is viszonylag rövid idő alatt jól sikerültek a szezonok. A tavalyi szezonban én is be tudtam kerülni 100 méteren, 200 méteren és 60 méteren is az országos döntőkbe. Nyilván most ebben a szezonban az lenne a cél, hogy a helyezéseket minél jobban hozni. Iberhard Bence 100 méteren mutatta meg kivételes gyorsaságát. Most futottam 11.39-et, igen. A végén, ahogy az atléták mondják, elsavasodik, ezen akar mindenképpen már az idén változtatni. Ezt szeretném fejleszteni, de az elejét azt nagyon meg tudom futni. Szóval hát edzőm is szokott ezzel viccelődni, hogy Közép-Európa a legjobb rajtolója. A tehetséges rövid távfutókból tehát nincs hiány, már a juniorok között is bizonyít Gőbölyös Csenge, aki 60 és 100 méteren egyaránt bronzérmes lett a tavalyi országos bajnokságon, és az idő neki dolgozik. No és most is széles a bázisa az évtizedeken át produkáló közép- és hosszú távfutó szakágnak, kopogtatnak már nagyon az újabb Fazekas Gáspár tehetségek. Ami a közép- és hosszú távfutást illeti, az idei évben is abban bízunk, hogy egy 2-3 gyerek korosztályos válogatott lesz. Igaz, hogy még egyenlőre csak a serdülőknél, újoncoknál látjuk ezt a lehetőséget. A megnevezedőket nem teszel túlzott terhet a vállukra? De igen, de azért én minden további nőkkel azt mondom, hogy ha elbírja a lábuk, és nem lesznek sérültek, és az a mentalitás megmarad, amivel az elmúlt évet végigcsinálták, akkor a Tóth Lilianna húga, a Tóth Lenke, aztán 2-3 újonc kislány, akik már most kerettagok a bővebb korosztályos akadályfutó válogatottnál, a Nyisztor Luca, Szalai Zóra, síkfutásba az Emán Zóra,
és még egy-két gyereket lehetne mondani. Nincs kétségünk afelől, hogy a felsorolt nevek közül jó néhány a kiemelten díjazottak között lesz a mintegy 80 igazolt versenyzővel rendelkező Dombóvári Atlétikai Klub 2021-es hasonló évadnyitója. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!